Fertőző forrást sikerült azonosítanunk. A járványügyi vizsgálat során a járványügyi szakemberek azonosították azt a 39 éves román állampolgárt, aki a makói kórházban kezelés alatt állt február közepén. Feltehetően ő volt az, aki az egészségügyi dolgozókat megfertőzte. Ettől a betegtől utólag március 9-én vett vérmintából az Országos Epidemiológiai Központ azonosította az aktuális kanyarófertőzést. A beteg oltatlan volt. Valószínűsíthető, hogy ő volt tehát a makói járvány fertőző forrása, kiindulása. A makói kórház dolgozói körében az utolsó kórházi megbetegedés február 27-én kezdődött. Ezt követően a makói kórházban új megbetegedésre nem derült fény. Úgy gondoljuk, hogy a kórházi járvány megfékezésére tett intézkedések teljes körűek voltak, és a mai napig úgy tűnik, hogy sikeresek is egyben. További kórház érintettségéről is szeretnék beszámolni a megyében, tehát Csongrád megyében. A járványügyi vizsgálat felderített egy makói kórházban kezelt beteget, akinek a kanyaróra jellemző tünetei megjelentek, és akit ezt követően áthelyeztek a Szegedi Tudományegyetemre. E betegnél és a vele kapcsolatba kerülő egyik egészségügyi dolgozónál szintén igazoltuk a kanyarót. A beteg alapbetegségei miatt jelenleg is kórházban kezelés alatt áll, elkülönítve a többi betegtől, az egészségügyi dolgozában pedig otthonában gyógyul. A szegedi klinikán a beteggel kapcsolatba került további ápoltak járványügyi vizsgálat alá került, vonásra kerültek, és az ő vizsgálatuk is folyamatban van. A kanyaró gyanús betegektől mindig mintavétel érkezik, vagy történik, és a laboratóriumi vizsgálatra a mintavétel az Országos Epidemiológiai Központba kerül beküldésre. Csongrád megyében is történtek azonnali járványügyi intézkedések, különös tekintettel a makói járásra. A járványügyi vizsgálat a makói kórházi dolgozókkal kapcsolatba került személyek felderítése során két további kanyarógyanús beteget azonosított. Az egyik dolgozó lakóhelyén. Ők ketten többször is találkoztak ezzel a dolgozóval, aki a betegség korai stádiumában megfertőzhette őket. E két személy kanyarógyanús tünetei március 5-én kezdődött. A virológiai vizsgálat a kanyaró igazolására, vagy pedig elvetésére folyamatban van, még nem zárult le. A helyi egészségügyi hatóságok elrendelték a megyében a kanyaró gyanús betegek felderítését, tehát minden egészségügyi szolgáltató ismételt tájékoztatást kapott arra, hogy milyen tünetek esetén kell kanyaróra gondolni, és milyen intézkedéseket kell megtenni. Tehát a kanyaró betegek oltottsági állapotára vonatkozó vizsgálataink is folyamatban vannak. Jelenleg attól a 13 betegről van információnk, akik eddig megerősítették. Kerültek, tehát igazolt kanyaró betegek.